Palladium Színház Szeged jóvoltából a Musical Villamos 2021-ben minden hónapban útnak indul Szegeden, népszerű musical énekesekkel a fedélzetén. Október 24-én újra ismert darabok csendültek fel a járművön, amelyeket az online közvetítés nézői mellett a villamoson ülő utasok is élvezhettek. A mozgó porondon ajándékok is várták a nézőket, Simon Boglárka és Jenei Gábor pedig biztosította a jó hangulatot a musical járat egy órás útja alatt. Nagyon-nagyon szeretem Szeged városát, több okból kifolyólag. Egyrészt azért, mert nagyon közel lakom, én Baja melletti lány vagyok, az cirka mondjuk 90 km, tehát már gyerekkoromban volt kötődésem Szegedhez, mert ide jártunk át moziba, színházba, és a többi, és a többi. Másik dolog az, hogy én ide jártam egyetemre. Úgyhogy tényleg, ami az embernek az életében, azt mondják, hogy a legszebb évek az egyetemi évek, azt én itt töltöttem, úgyhogy ismerem a Jate klubot, a Szote klubot, és hát egyáltalán az egész várost. Illetve amikor színművész lettem, akkor nagyon sokszor voltam már azóta Szegeden a szabadtéri játékokon játszani, aminek a pikantériája számomra még az volt, hogy amikor első évben játszottam a szabadtérin, akkor pont ráláttam azokra a laboratóriumi ablakokra, ahol az előző években én az iskolapadot koptattam, mint vegyészszakos hallgató. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem ezt a várost, és nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Szegedhez nekem nem túl sok kötődésem van. Én udvaroltam ide Szeged mellé, hát ez a legfőbb kötődésem Szegedhez. Ezen kívül tulajdonképpen a színházi meghallgatások, illetve a színházi élmények azok, amik meghatározóak Szegeddel kapcsolatban. Nagyon sokat sétáltunk, akkor is, amikor ide udvaroltam, akkor is nagyon sokat sétáltunk. És kedvenc helyem az Anna fürdő, azt imádom, úgyhogy bármikor nagyon szívesen jövök ide vissza. A Musical Villamos igazi unikumként tört be Szeged kulturális életébe, az esemény iránti érdeklődés pedig igazolja létjogosultságát. A Musical Villamos hát egy fantasztikus ötletnek tartom egyébként, mert nagyon különleges, olyan, amilyenről még soha nem hallottam, hogy egy mozgó járművön énekelünk. Nyilván olyanról hallottam már, hogy van egy kiállított jármű, és akkor azon folyik egy műsor, de ilyenről még nem. Úgyhogy nagyon izgalmas az, hogy majd hogyan fogunk mi a mozgó villamoson megállni két lábon és úgy énekelni, és milyen hangulat lesz, az is egy nagyon nagy kíváncsiság részemről. Nyilván láttam már, hogy volt egy pár esemény ezzel kapcsolatban, megláttam kollégákat, akik itt énekeltek ezen a villamoson. Nagyon-nagyon várom, úgyhogy remélem, hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat, sőt, hát bízom benne, és tudom, hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Nekem soha nem volt még részem ilyen nem statikus helyzetben, tehát amikor mozog egy jármű alattam is úgy énekelek. Nagyon sokat énekeltem már a Közlekedési Múzeumban Pesten, de hát azok már idézőjelben döglött dolgok. És akkor az nem mozgott. Tehát, hogy ez egy teljesen más helyzet, amikor ráadásul háttal, menetiránynak háttal dolgozunk, menetiránynak háttal éneklünk. Nem látjuk azt, hogy milyen buktatói vannak az útnak, nyilván semmilyen, mert hogy gondoskodik erről a villamosnak a vezetője tulajdonképpen, hogy a legnagyobb biztonságban mi ezt az utat túléljük. Nagyon izgalmas kezdeményezés, és nagyon jó ötletnek tartom. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a visszhangja, milyen lesz a hangulat, mi hogy fogjuk érezni magunkat, de szerintem nem lesz semmi probléma, és minden jó lesz. Számos színvonalas produkció előzte meg a mostani előadó páros műsorát, azonban ez a tény nem gátolta meg őket abban, hogy egy igazán egyedi és szórakoztató műsorral kápráztassák el a közönségüket. Na most azt tudni kell a musicalről, hogy nem olyan műfaj, mint mondjuk a magyar nóta vagy az operett, ahol számtalan idézőjelben hakni dal van, amiből előrántasz egyet-kettőt a zsebedből, tudsz válogatni. Ez a műfaj nem ilyen. Ez a műfaj tulajdonképpen is a benne lévő számok akkor élnek meg, hogyha benne vannak a musicalben, ott vannak a színpadon, tehát abban a környezetben vannak. Nagyon nehéz dolog volt, én nagyon keveset éneklek musicalt, annak ellenére, hogy musical színészek vagyunk mind a ketten a Bogival, annak ellenére nagyon keveset lépünk fel musical dalokkal, ezért elég nehéz dolgunk volt, hogy mit is énekeljünk, és akkor arra jutottunk, hogy tulajdonképpen olyan dalokat hozunk, amiket még nem játszottunk, nem énekeltünk soha. Olyan musical részleteket választottunk, amely musicalekben még nem volt szerencsénk játszani. Ezek nagyon-nagyon jó dalok, nagy dalok, amiket a közönség, a musical kedvelő közönség nagyon szeret, mondhatom, hogy slágerek. És hát nekünk is egy plusz töltetet ad az, hogy beleképzeljük magunkat ezeknek a karaktereknek a bőrébe, hiszen még nem volt szerencsénk, hogy ezeket a szerepeket eljátszassuk közszínházban.
Az első dalt azt én nyertem meg. Általában mindig én vagyok az első száma a műsorokban, nem azért, mert hogy imádok szerepelni, hanem mert mindig így hozza a sors. Az első szám az a Kabaré című musicalből, a Willkommen című dal lesz. Ez a musicalnek tulajdonképpen az első dala, amivel köszöntöm majd a kedves nézőket. Azt mondom, Willkommen, bienvenue, rád vár a Kabaré, le Kabaré du Kabaré. Az élet borzasztó, de azért mi boldogok vagyunk. Az árak mennek fölfelé a fellegekbe, a kenyér meg drága, de itt semmi probléma nincsen. Itt a lányok gyönyörűek, és talán még én is gyönyörű vagyok. És most bemutatom önöknek a kabaré görbőket. Helga, Inga, Texas, Juliska aus Ungarn. Egytől egyik szüze, akarom mondani ártatlanok, nára a büntető törvénykönyv szerint. Nos hát, csapjunk bele, hölgyeim és uraim, jöjjenek! Odakint tél van, de idebent forróság. Minden este harcolnom kell a lányokkal, hogy lenevegyék a ruháikat. Hát, azért csak tartsanak velem. Remélem sikerrel járok. Willkommen, bienvenue, rád vár a kabaré, le kabaré. Azt mondom, willkommen, bienvenue, welcome. Fremdel, étranger, stranger, hello stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté, enchanté madame, happy to see you. Bleib a reste stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Fremder, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you.